nem kell külön megkívást küldeni, és előtte nem kell külön megkívást küldeni, mert a tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelen tagjait, Rózsa Sándor jegyző urat, hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a televízió nézőket. A jelenlegi ív alapján megállapítom, hogy egy fő hiányzik, dr. Kanászlegy László képviselő úr bejelentette távolmaradását. 10 veszünk részt képviselőként a testületi ülésen. Az ülés határozott képes, az ülést megnyitom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, testületi ülésen még nem találkoztunk, így szeretnék mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánni a 2017-es évre. Sok erőt, kitartást, jó egészséget az ez évi ténykedésünkhöz, munkánkhoz. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóval foglaltatnak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Van esetleg valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendeket, aki tudja támogatni a megtárgyalásokat, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás. Lengyel János képviselőtársunk, köszönöm szépen, egyhangulag támogattuk a napirendek megtárgyalását. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 27-től 29-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk a veronai buszbaleset elhunyt áldozataira. Fejezzük ki mély egyetértésünket a tragédiát átélt családok iránt. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Jegyzővel kérem, hogy a két testület ülés között történt legfontosabb eseményekről tájékoztasson bennünket. December 16-án karácsonyi hangversenyt adtak a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény tanulói és tanárai a Bérünk Kulturális Központban. December 17-én került megrendezésre a Karcagi Kolbász Ízesítő és Házi Pálinka verse. A rendezvény ideje alatt kézműves termékek, disznótoros és hungarikum ételek, italok, valamint kézműves játszóház várta az érdeklődőket. Köszöntők mondott dr. Fazekas Sándor Földművelési miniszter és Dobos László polgármester. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó, Nagyon László Erzsébet, Szefesi Tibor, Karcegyenes Zoltán és Molnár Pál képviselő, valamint Kovács Szélia alpolgármester. December 21-én adventi gyertyaújtás volt a katolikus templomban. Közreműködött a nemzetközi hírű Szenter Fönn férfi kar. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Fazekas Sándor Földművelési miniszter, országgyűlési képviselő és Kujás Zsolt plébános érseki tanácsos. A város vezetését Pánti Ildikó, dr. Kanász Nagy László, Karcegyenes Zoltán, Molnár Pál, Szefesi Tibor, Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester képviselték az eseményben. December 21-én és 22-én rendezték meg az idősek otthonában a karácsonyi ünnepséget. Az ünnepségen jelen voltak Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők. Január 7-én Sportágak csatája címmel rendezett megmérettetést a Karcagi Sport Egyesület. Az Egyesület labdás csapatai egymás elleni kézilabda, kosárlabda és labdarúgó mérkőzéseit kísérhette figyelemmel a közönség.
Az önkormányzatot Szepesi Tibor és Dobos László polgármester úr képviselték a sportrendezvényen. Január 10-én az intézményi és civil szervezetek egyeztető fórumán Pánti Ildikó képviselte a városunk vezetését. Január 13-a és 16-a között a német testvérvárosunk fennállásának 55. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozaton Schwarzheide-ben Dubos László polgármester úr és dr. Kanásztán László önkormányzati képviselő vett részt a képviselőtestületből. Január 14-én került sor a Fergeteg országos teremijász versenyre. Karcagi hagyományőrző Talpas Íjászkör Egyesület szervezésében a Városi Sportcsarnokban. Január 15-én a református templomban emlékező istentisztelettel és a Kumpiéta emlékműnél mécsesek gyújtásával tiszteletünk a domi katasztrófa áldozatai előtt. Igét hirdetett nagy tiszteletünk Fazakas Márk református lelkész, az áldozatokért a Kumpiéta emlékműnél nagy tiszteletű Konz Tibor elnök lelkész mondott imád. A képviselőtestületből jelen voltak Karcagi Zoltán, Szepesi Tibor és Molnár Pál, Andrássy András és Lengyel János képviselő. Az önkormányzat nevében Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek helyezték el a koszorút az emlékműnél. Január 18-án Budapesten a 2017-ben újból megrendezésre kerülő Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny bejelentő sajtótájékoztatóján részt vett Szepesi Tibor képviselő és Dobos László polgármester úr, aki bemutatta Karcagot, a verseny egyik rajtvárosát a sajtóképviselőjének. Január 20-án került sor a Magyar Kultúra Napja megünneplésére a Déli Kulturális Központban. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Barta Júlia kutató a Magyar Kultúra Lovagról. Az ünnepi műsorban közreműködtek Koppány Mária előadó művész, Keserini Ignatius pedagógus, Cinege Tamás és Varga Petra tanuló, a Déli Kulturális Központ néptánc csoportjai, az Erkel Ferenc Rafokó művészeti iskola tanárai. A táncokat Orosznéi Minkoffer Rita és Nagycsaló táncpedagógusok tanítottak be. Az ünnepségen Karcagváros kultúrájára díjat vett át Dobos László polgármester úrtól Molnárné Gyűrjei óvodapedagógus, Nagy Jánosné pedagógus, dr. Szabó Jánosné pedagógus, Kovácsné Szendrei Borvára nyugalmazott iskolai igazgató és Konz Tibor református elnök lelkész. Továbbá Karcagváros sportjáért díja ismerték el Kun László Attila pedagógus munkáját. Az emberi erőforrások minisztere elismerő oklevelet és pedagógus szolgálati emlékérem elismerést adományozott dr. Szabó Jánosné és Kovácsné Szendrei Borvára részére, melyeket Sárgy István tankerületi igazgató adott át. A rendezvényen Dobos László polgármester úr, Kovács Szilvia alpolgármester, Pánti Ildikó, Szepesi Tibor, Nagynyi László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán, Lengyel János képviselő képviselők az önkormányzatot. Január 21-én és 25-én az egyetemes imahét alkalmain Pánti Ildikó képviselő asszony volt jelen a városi önkormányzatból. Köszönöm szépen a tájékoztatót. Tisztelt képviselőtestület, napirendre jött kérdések feltételével a lehetőség. Kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel? Lengyel János képviselőtestület alatt. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Két fontos témát fog érinteni a napirend előtti felszólalásom. Az első témája az, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Azzal a kérdéssel fordulok polgármester úrhoz, hogy járjon közben az ivóvíz szolgáltatónál, a TLV ZRT-nél, hogy tegye ihatóvá, fogyaszthatóvá, jó ízűvé Karcagváros vezetékes ivóvizét, amiből sajnos jelenleg nem lehet igazán jó ízűt inni, mivel kellemetlen mocsár utóvízzel rendelkezik. Biztos vagyok benne, hogy a cég sok-sok mintával tudja bizonyítani azt, hogy kiváló minőségű az ivóvízük, jó szakemberek dolgoznak a cégnél, jól tudnak mintákat venni. Ezek a minták engem nem győznek meg, mivel ivóvízünk élvezhetetlen. Milyen jó is lenne, ha nem kellene ásványvizet vásárolnunk, csapvízből tudnánk inni, és inni adni aggodalom nélkül a gyermekeinknek. De ez sajnos nem így van. Sok lakos már csak főzésre és tisztálkodásra használja a vezetékes vizet, ivásra nem.
Ismárnék olyat is, aki más településekről hordja az ivóvizet, és azzal főz. Extrém dologról is tudomásom van. Karcai kisgyermekes család fürdőkádjával készült fénykép, vízvezetékből származó 2 méteres úszó pokla, azaz zöld alga korbácsolta fel a kedélyeket egy internetes, közösségmegosztó portálon. Úgyhogy nagyon szépen megkérem polgármester urat, hogy járjon közben az ivóvíz szolgáltatónál, hogy azon legyenek, hogy javítsák vízünk minőségét, és tegyék jó ízűvé, fogyaszthatóvá vezetékes ivóvizet. Köszönöm, tegyük élhetővé városunkat. A másik témám városunk közbiztonságát érinti. Nagyon szomorú dolog és felelőtlenség, hogy jelenleg veszélyeztetve van városunk védelme, mivel környező településekkel ellentétben mi jelenleg nem rendelkezünk működőképes biztonsági kamerarendszerrel. Tudjuk jól, hogy városunkat ostromolják a vidékről ideérkező haszonleső szélhámos bandák, különböző régi és új trükkökkel károsítják meg a jóhiszemű lakosokat. Legegyszerűbb módja az elkövetők kézakerítésére, ha az átmenő forgalmat a várostábláknál bekamerázzuk. És ezeket a felvételeket felhasználjuk ezek szélhámos bandák előkerítésére. Nagyon örültem Gyurcsak János alpolgármester úr pénzügyi fejlesztés és mezőgazdasági bizottságán elhangzott bejelentésének, miszerint igaz, hogy technikai okok miatt nem szerepel a költségvetésbe a kamerarendszer, de tudnak forrás biztosítani rá, és ki tudják építeni a kamerarendszert. Ez nagyon örvendetes, természetesen támogatunk minden olyan intézkedést, ami a lakosok biztonsági érzetét javítja. A legnagyobb kritikám ezzel kapcsolatban az idő, mivel ha tegnapra lenne kész, már akkor is késő lenne, hiszen talán ebben a pillanatban is történhet valami jogellenes cselekedet, amiben a kamerarendszer segíteni tudna. Tehát amit kérek polgármester úrtól, az az, hogy járjon közbe, hogy minél hamarabb legyen működőképes, és ami nagyon fontos, jól használható, jól működő, jó minőségű képpel rendelkező biztonsági kamerarendszer Karcag városának. Tegyük élhetőbbé városunkat. Köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Lassan befejeződik a Karcag Kenderes Bánhalva ivóvíz minőségjavító program. Amit ön mondott a vízről, az igen szubjektív. Lehet, hogy önnek nem ízlik, nekünk meg ízlik, meg sokan másoknak új szintén, és egyáltalán nem ihatatlan ez a víz. Amit elmondott, az ön véleménye, másnak meg más a véleménye. Ettől még a város nagyon élhető. Ez a ivóvízminőségjavító program pontosan azért alakult, hogy az Európai Unió szabványoknak megfeleljen az a víz, ami viszont nem volt rossz ízű, viszont tele volt olyan anyaggal, ami az egészségre káros hatással van, arzén, stb. Lehetne sorolni reggelig tulajdonképpen. Úgyhogy ha valaki élhetővé szeretnék tenni a várost, az ott pontosan mi voltunk azzal, hogy bekapcsolódtunk ebbe az ivóvíz minőségjavító programba. Elképzelhető, hogy a víz íze egy picikét megváltozott, ez még egyszer mondom, egy szubjektív dolog, valaki érzi, van, aki nem érzi. Én olyan sok emberről nem tudok, aki emiatt venné az ásványvizet, hogy pótolja a csapvizet, vagy hordaná máshonnan, mert azzal szeretne főzni. Nyugodtan ihatja minden karcagi lakos ezt a vizet, ez most lett nagyon sok pénzért olyan színvonalavá téve, ami a 21. században elvárható és kötelező ráadásul. Önt is biztatom erre, bátran így a tisztelt képviselő úr, szerintem nem fog megváltozni az egészségi állapota ettől. Kamera, rendszer, közbiztonság. Én egyetlen ostromról nem hallottam itt a városban az elmúlt időben, hogy itt ostrom lett volna, bárki is ostromolta volna a város lakosságát, bűnszervezetek, vagy bandák, vagy ilyesmi. És hogy tisztázzuk a dolgot. Karcagváros például azért nem szerepelhetett még pályázaton, olyan pályázaton, ahol kamerarendszerre lehetne forrást találni, mert túlságosan jó a közbiztonság. A statisztikák szerint és az érzéseink szerint is, de amit a pályázathoz csatolni kell, az nem az érzésünk, hanem a statisztikák. Tehát olyan jó a bűn üldözési statisztikája a városnak, hogy emiatt ezért nem vehettünk részt a kamerarendszer pályázatokon. Azoknak a településeknek, ahol egy bizonyos szintet meghaladja ez a mutató, azok vehettek részt ezen.
Úgyhogy itt ostromról meg hatalmas nagy bűnelkövetésekről igazán nem hallhatunk. Én szoktam olvasni a karcagi hírmondót, elvétve lehet találni egy tyúklopást vagy egy kerékpárlopást. Persze az is sok természetesen, az lenne jó, hogyha egyáltalán nem történne semmi, de kiemelkedő bűncselekményekről, bűncselekményeknek a hírét sem lehet hallani. Ami pedig a kamerarendszernek a felállítását és tervezését illeti, valóban rövidesen tárgyaljuk a költségvetést, és abban sok minden tétel szerepel, így például van egy tartalékkeret is ebben a költségvetésben, és a tartalékkeret terhére fogjuk a kamerarendszert saját költségünkön kialakítani. Úgyhogy megnyugtatom képviselő urat, erre is gondoltunk. Egyébként is vannak kamerák felszerelve már a városban, azok működőképes, használják is őket, és ennek a bővítése mindenképpen a szándékunkban áll. A költségvetésben, még egyszer mondom, ha tételesen így külön rovatban nem is szerepel, de ez egy kötelező elvárás most már, hogy legyen egy ilyen rendszer kialakítva, és fokról fokra bővítsük ezt is. Van-e további napi rendeleti kérdés valakinek a részéről? András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Csatlakoznom kell egy mondat erejéig az előttem szólóhoz, a TRV. A TRV-vel csak a baj van. A város nagyon sok részéről, és nagyon sok ember részéről, főleg idősek részéről jött jelzés, hogy megjelenik az úgymond behajtó a TRV részéről, és 2-3-4-5 havi elmaradott vízdíjszámlát próbál behajtani embereken, ami olyan esetekben igazán felháborító, amikor idősebb nyugdíjasokról van szó, vagy éppen a közmunkában részvevő emberek, a minimális jövedelemmel bíró emberek részéről, akik szívük szerint lelkiismeretesen fizetik egyébként a vízdíjat. Személyesen is láttam egy ilyen történetet, minden egyes megkapott számláját tisztességgel, becsülettel befizette. Azokat a számlák nem lettek befizetve, vagy rejtélyes módon, amiket egyáltalán meg sem kapott. Nos, amikor egy összegbe kiküldenek, vagy megpróbálnak beszedni egy olyan embertől 20-25 ezer forintot, vízdíj címén, akinek egyébként mondjuk 50 ezer forint a havi jövedelme, bizony az nagyon rosszul esik. Én azt sem vallom, hogy a TRV gyakorlatilag nagyjából 3 évvel ezelőtt átvett egy teljesen jól működő rendszert. És gyakorlatilag úgy tűnik, hogy 3 év alatt képtelen ez a cég arra, hogy tisztességesen számlázzon. Amellett, hogy elbocsájtotta a vízóra leolvasókat, amelyik egy jó rendszerben működtettek, munkahelyeket szüntetett meg, hogy miért jó ez nekik, nem tudom. Ettől függetlenül gyakorlatilag egy teljes káosz van a számlázásban, teljes káosz van a vízóra leolvasásban és ellenőrzésben. Ez nyilvánvalóan azokat az embereket nem érinti súlyosan, akiknek a jövedelme ezt megengedi. Hát mint például a TRV vezérigazgatóját, akinek ugye tudjuk, hogy 980 ezer forint havi fizetése van, plusz az évi 1 millió forint körüli jutalma, hát úgy gondolom, hogy abból nem probléma, ha esetleg 2-3 havi vízdíjat kell kifizetni, de idézőjelbe teszem Kovács Kálmánnénak, bizony ez komoly problémát jelent. Hát én arra kérném polgármester urat, tudom, hogy lehetősége is van rá, hiszen a testületnek tagja, hogy jelezze a TRV-nél ezt a típusú problémát, ami évek óta húzódik, és egyre súlyosabb. Úgy veszük észre, hogy a lakosság nagyon sok személyét érinti. És hangsúlyozom, itt nem azokról van szó, akik notórius nem fizetők. Tehát ez egy teljesen más kategória. Áramkimaradások. Több olyan választókerületből érkezett jelzés, hogy az E.ON most hajtja végre azokat a karbantartásokat, illetve hát egy szükséges javítások-e, azt én nem tudom megítélni. Elképzelhető. A probléma ott kezdődik, hogy az új kazánok, tehát az új gázkazánok rendszere már nem csak gázt igényel a fűtéshez, hanem villamos áramot is. Tehát elektromos áram nélkül, fűtés nélkül maradnak a lakások, akár egész napra is.
talán jelezni kellene a cég felé, hogy ha megoldható, és azok a karbantartások, amelyek nem a szolgáltatás biztosítását és annak fenntartására szükségesek, azokat el lehetne esetleg a úgymond nem a fűtési szezon idejére tolni, vagy átütemezni, ugyanis itt valóban az történik, hogy napokra elmarad a fűtés, és ez karácsony előtti időszakban is volt, illetve jelen időszakban is, most, amikor azért mínusz 16 fokok is előfordulnak, gyakorlatilag napi 8 órán keresztül nem megy a központi fűtés lakásokba. Ott, ahol idősek laknak, egész nap otthon tartózkodnak, vagy kisgyerek van, bizony ez komoly probléma, tehát itt is kérném polgármester urat, hogy a szolgáltató felé egy ilyen jelzéssel éljen, és meg is köszönjük, hogyha ezt meg fogja tenni. Még egy olyan jellegű kérdéssel, kéréssel szeretnék fordulni polgármester úrhoz, hogy van egy útszakasz itt a főtéren, ahová be lehet gépjárművel hajtani, meg nem is. Tehát a KRESZ szabályai szerint nem, és ez nevezetesen az OTP, illetve a pártok háza előtti szakaszról van szó. Valamilyen múton módon meg kellene ezt oldani, hogy ne legyen abból probléma, ha az ott dolgozók oda behajtanak gépjárművel. Ugyanis a rendőrség részéről rendszeresen jönnek a figyelmeztetések, hogy feljelentés terhe mellett, aminek azért tudjuk, hogy elég komoly anyagi vonzata is van, meg úgymond a bírság fenyegetésével élnek. Ettől függetlenül számtalan olyan gépjármű tartózkodik ott, halad keresztül azon az úton, amelyekkel mindez nem történik meg. Tehát jó lenne, ha ezt tisztába tennénk, hogy kik azok, akik oda behajthatnak, kik azok, akik nem hajthatnak be. Én úgy gondolom, egy egyszerű kis kiegészítő táblával ezt frappánsan meg lehetne oldani, de ebbe is kérem polgármester úrnak a közrejárását. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen a hozzászólást. Tisztelt képviselő úr, néha egyetértek önnel, a TRV esetében viszont nem osztom a véleményét semmiképpen. Azt viszont jól esett hallani, hogy mielőtt a TRV átvette és a város gondozásában volt a Nagy Kunvíz és csatorna, még akkor minden szépen ment, ez a mi munkánkat dicséri. Ilyen helyzet állt elő, és ezzel kell most már szembesülni, és ehhez kell alkalmazkodni. Szögezzünk le valamit, a szolgáltatásokért fizetni kell, így a vízszolgáltatásért és a csatorna szolgáltatásért is természetesen. Nekem semmilyen tudomásom nincs arról, hogy behajtók járnának, olyanról van tudomásom, hogy nyilvánvalóan az elmaradt díjakat szedik be azoktól az emberektől, akik nem hajlandók fizetni. Na most, miután itt a nagy többség fizet. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a kutya kötelessége, aki a szolgáltatást igénybe veszi, és ez minden szolgáltatása kapcsolatban így van. Hát az mégiscsak furcsa lenne, hogy az egyiknek kell fizetni, a becsületesek fizetnek, aztán a kevésbé becsületesek meg nem fizetnek. Na, nyilvánvalóan, hogyha ilyen komolyabb tartozás fölmerül, akkor már valahogy szeretné a cég is érvényesíteni azt a követelését, amivel jogosan áll elő. Én nem hiszem azt, hogy bárki emiatt olyan komoly anyagi helyzetbe kerülne, ami megrendítené a családi kasszát. Már csak azért sem, mert még részletfizetési lehetőséget is lehet kérni. Tehát én úgy gondolom, hogy azokat érinti, akik nem fizetnek becsületesen. Ön, nagyon sokan mások szépen fizetgetünk, vannak olyanok, akik erre nem hajlandók. Én nem hiszem, hogy őket kellene védeni. Ebben az országban. Mindenkinek kell kutya kötelessége fizetni, adózni, stb. EON karbantartás. Konkrét helyszínt kérnék szépen. Hol volt ilyen? Melyik városrészben volt ilyen, és mikor? Mert annélkül nem tudom föllépni. Természetesen senki nem örül annak, hogyha bármilyen szolgáltatás akadozik valamilyen oknál fogva, még ha karbantartásról van szó, akkor sem. Mert a sose jön jól, télen a fűtés miatt, nyáron egy EON karbantartás például veszélyezteti a hűtők vagy a fagyasztóknak a működését, a sose jó időben, de el kell végezni, meg kell csinálni. Na most, hogyha sose csinálják, akkor meg azért fog felszólalni, tisztelt képviselő úr, mert nincs karbantartva a rendszer. Hát
Vagy ez egyik, vagy a másik. Mindenképpen kérnék szépen öntől pontosan konkrét helyszínt, hol volt ilyen áramkimaradás, meddől, meddig, mikor, hol. Igen, behajtása arra bizonyos útra, útszakaszra, oda a pártok háza elé, az úgy fog maradni. Van tábla, a táblát, akinek van jogosítványa, kötelező ismernie. Ha van valamilyen kis kiegészítő tábla, akkor azt alkalmazza, ha nincs, akkor ahhoz kell alkalmazkodni. Szó nem lehet arról, hogy azt a szervizutat megnyissuk a forgalom előtt. Tessenek szépen a pártok házára gyalog beballagni, besétálni. Mert tudom nagyon jól, hogy jobbikos képviselők, illetve szimpatizánsok akadtak a horog végére, és most ez esik rosszul tisztelt képviselő úrnak. Szerintem mindenkit meg kell büntetni, aki a KRESZ szabályait nem tartja be. Egészséges fiatalemberekről van szó, mindig ígérik, hogy megvédik a hazát, odáig el tudnak sétálni, gondolom én. Tessék, parancsol! Köszönöm szépen, polgármester úr. A TRV-re visszatérve. Tehát nem, meg sem említettem volna, hogyha nem olyan esetekről van szó, és esetekről van szó, ahol nem a fogyasztó hibájából halmozódik fel, hanem a TRV trehány nem odafigyeléséből, nem megfelelő munkájából, abból, hogy tisztességesen nem tudta a számlázási rendszerét megcsinálni, összerakni éveken keresztül. Kérem tisztelettel, amikor leolvasás után az ügyfél kap egy értesítést és nullás számlát, leolvasás után, tehát nincs tartozása. Erre két másfél hónappal később kap egy 25 ezer forintos behajtást. Tehát tetszik érteni? Fizet rendesen az ügyfél, amit számlát megkap, mindent befizet. És nem egy ilyen van, tehát ezt láttam, ha szükséges, be tudom mutatni a megfelelő bizonylatokat. Nyilván itt ez nem az a fórum, de személyesen minden további nélkül. Ez az egyik. A másik része, hogy a behajtás. Tehát semmi akadálya, én is úgy gondolom, hogy aki megsértette a KRESZ-t, azt tessék megbüntetni. Hála jó Istennek jó néhány olyan felvétel van arról, hogy prominens fideszesek parkolnak ott. A járműveikkel csak gratulálni tudok hozzá. Tehát teszünk róla, hogy mind az a felvétel, amin azok az autók szerepelnek, azok is eljussanak a rendőrségre, és természetesen az is, aki ott parkolt, az is elé megkapja a méltó jutalmát. Egyébként ugyanúgy vonatkozik szerintem rájuk is, azaz 5 méter ballagás, mint aki másra. Még annyit megjegyeznék, hogy addig, amíg mondjuk például a fideszeseknek lehetőségük van arra, hogy a hátsó traktus felől a pakolást, vagy olyan jellegű árumozgatást, vagy hát áru nem jó kifejezés, mondjuk szórólap mozgatást, elvégezik, addig nekünk erre nincs lehetőségünk. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit ilyen szempontból nem korrekt a dolog, de mi állunk elébe ennek a történetnek, és örülünk neki, hogyha lehozhatjuk azokat a fotókat, amint éppen ott parkolnak vezető fizetéseink. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Hát ez nem egy bős dologot fotózni. Akkor nincs szükség kamerarendszerre, amit az előbb a képviselőtársa kért, hiszen akkor a jobbikos aktivisták, hogyha itt elkezdenek fényképezni a városban, akkor a bűnszövetkezeteket is meg tudják állítani. Tessenek járni szorgalmasan akkor fotóapparáttal az utcákat, és akkor lehet fotózgatni. De szerintem a behajtás és a karcagváros közlekedési rendjét ne vigyük a pártpolitika szinterére, mert teljesen fölöslegesnek gondolom ezt. Az egy olyan rész, ahova kivételes esetekben, és nyilvánvalóan erre megvan a lehetőség és a jogszabály, lehet behajtani valakiknek. De ez a KRESZ szabálynak a betartásával.
A TRV-re visszatérve nyilvánvalóan fogom jelezni azért, mert elképzelhető, hogy vannak olyan extrém esetek, amikor tévedés történik, vagy valami gond van a rendszerben. Volt is valóban, hát ezt már ezerszer átbeszéltük, és nem keveset reklamáltunk, akkor azt ígérhetem, hogy további reklamációs lehetőségemmel élni fogok, és akkor kérem a TRV vezetését, hogy gondoskodjanak arról, hogy minél zökkenőmentesebben történjen meg a kiszámlázás. Ettől függetlenül a korábbi véleményemet és az elmondottakat fenntartom. Köszönöm szépen. Napi rendelőt van-e további kérdés? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napi rendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk, javaslat a 2017. évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, több törvény is rendelkezik, hogy ezt meg kell tennünk, és erről döntést kell hoznunk. Államháztartási törvénytől kezdődően a gazdasági stabilitásról szóló törvény, sok minden egyéb más is. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, kérdés hozzászólás van-e? Jelentkezést nem látok, szavazásra teszem fel, aki tudja támogatni az elfogadását jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Második napirendi pontunk a mai testületülés legfontosabb napirendi pontja, hiszen javaslat Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetre. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy fontos oszlopa ez a munkánknak, hiszen valóban örömteli, hogy már most január közepe, közel vége felé akár el is fogadhatjuk ezt, és remélem, hogy el is fogadjuk ezt a költségvetési rendelet tervezetet, hiszen ez alapozza meg az egész éves munkánkat. Ennek a vezérfonala mentén fogunk tudni haladni és dolgozni. Egy költségvetésnek a kialakítása egyszerűnek is tűnik, meg nem is az, hiszen egyszerű lehet talán olyan szempontból, hogy csak annyi pénzből tudunk gazdálkodni, ami a rendelkezésünkre áll, ami megvan, ami ide érkezik hozzánk, és amit tervezünk bevételként. Nehezebb abból a szempontból, hogy ez az összeg nyilvánvalóan nem túlságosan magas, és minden felé, minden szegmens felé kell juttatni valamit, és ez már egy picikét bonyolítja a helyzetet. Én azt kértem Gyurcsák János alpolgármester úrtól és a gazdálkodás szakembereitől, hogy szakember szemmel állítsák össze ezt a költségvetést, ellentétben korábbi években alkalmazott módszerrel, miszerint volt egy kívánságlista, és utána egy fűnyíró elvel kezdtük el visszafelé faragni ezt a bizonyos kívánságlistát. Most annyit lehetett szétosztani, és annyit kellett szétosztatni, amennyi reálisan a lehetőségünkre áll majd. Kértem azt is, hogy egy olyan költségvetés legyen, ami mentén haladva, dolgozva egy stabil munkát tudunk biztosítani itt a saját magunk számára. Valóban a kötelező feladatainkat és az önként vállalt feladatainkat maradéktalanul el tudjuk végezni. Maradjon még pénz arra, hogy a fejlesztésekre is lehessen gondolni, akár önerő formájában, akár más formában. Legyen lehetőség egy tartalékot képezni például nem várt eseményekre, vagy abból, még hogyha nem következnek be olyan dolgok, akkor egyéb más fejlesztéseket is tudjuk végrehajtani. És természetesen szükséges mindenképpen néhány olyan dolgot, akut problémát megoldani, ami a városnak, az itt élőknek kedvező. Olyan költségvetést kértem, ami nem a tisztelt képviselők kénye kedve szerint születik meg, hanem a város lakóinak, érdekeinek a szolgálatába áll. Szent meggyőződésem, hogy ez mindenképpen olyan rendelettervezet, ha ezt meg tudjuk tartani, hiszen mindig a megvalósítása legnehezebb, akkor a
év végén nyugodtan konstatálhatjuk azt, hogy sikerrel jártunk, és ez a költségvetés a realitásoknak megfelelő. Sok minden van ebben a költségvetésben, nekem nagyon nagy örömömre szolgál, hogy például 16 millió forint el van különítve a körzeti képviselők számára, egy bizonyos szabadságot, önállóságot biztosítva a körzetek fejlesztésére, azon túli fejlesztéseken, amit a Start munkaprogram keretében és más egyéb városi fejlesztések keretében lehet végrehajtani. Vitára bocsájtom ezt a rendelettervezetet, tudom, hogy a szakbizottság többször megtárgyalta, most van lehetőség arra, hogy mindenki elmondja a véleményét, tessenek parancsolni. Karcagi Nagy Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselőtestületnek. A most beterjesztésre kerülő rendelettervezet szerint Karcag városi önkormányzat 2017 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 3 milliárd 55 millió 763 ezer forint. Először a bevételekről szeretnék rövid tájékoztatást adni. A helyi önkormányzatok központi költségvetéséből történő támogatási rendszere 2017 évben is feladat alapú támogatási rendszerben történik. A önkormányzat kötelező feladataihoz kapott állami támogatás nagyságrendje az előző évhez hasonlóan alakul. Saját bevételeink tervezésekor az előző évekhez hasonló alapelv volt, hogy a lakossági terheket nem kívánjuk növelni, így adókat nem vetünk ki. Ebben a tekintetben próbáljuk a mostani elért színvonalat hosszabb távon stabilan tartani. Nem történtek emelések a lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti díjainál, valamint a földhaszon bérleti díjak esetében sem. Az önkormányzati cégek által nyújtott szolgáltatásban színvonalcsökkenés nincs tervezve. A hulladékkezelési és a fürdőszolgáltatási díjak tekintetében nem történik emelés. A bevételi oldalon a működési és vagyonértékesítési bevételéknél is gondosan ügyeltünk arra, hogy reális bevétel legyen betervezve, így a rendelettervezetben meghatározott ingatlanok értékesítéséről tárgyalások folynak, amelynek a realitása teljes mértékben valós. Összegezve a bevételi oldalt, egyetlen lehetőség esete merülne fel, amitől viszont mélységesen elzárkozik az önkormányzatunk, hogy bármilyen jellegű hitelt vegyen fel. Ezzel nem kívánunk és nem is célszerű élni. Most pedig a kiadásokról. Polgármester úr egyértelműen azt nyilatkozta az újévi interjújában, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Ez az egyik legfontosabb árszpolitikai rész, a másik az, hogy együtt gondolkodva kell fejleszteni a várost. Ez a két legfontosabb politikai üzenet, amely ebben a költségvetés tervezetben megjelenik. A kötelező feladatok, mint a település, üzemeltetés, óvodai nevelés, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális feladatok ellátását az önkormányzat saját, valamint a karcagi többcélú kistérségi társulás fenntartásában lévő intézményeken keresztül az állami támogatás saját forrásból történő kiegészítésével biztosítja. A kötelező feladatok ellátása mellett azonban a kiadásban minden olyan dolog megjelenik, amely gyakorlatilag vagy régi komoly áthúzódó feladat, vagy a város fejlesztésével függ össze. A város fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokhoz szükséges önerő mindenhol megjelenik, el is fog kezdődni ez a fejlesztési sorozat. A költségvetésbe beépítésre került 3 millió forint a tilalmasi ivóvíz ellátási rendszer tervezésének az első ütemére. Ennek a megvalósítása mindenképpen el fog kezdődni, vélhetően 2018-19-ben meg is fog történni. Tavaly 3 millió forintos alapot hoztunk létre az orvosi ösztöndíj alapképzésére.
Tekintettel az ebben ez esetben felmerült kérdésekre és javaslatokra megemelésre került az összeg 5 millió forintra. A választókörzetek településüzemeltetés, településfejlesztési kiadásaira, amint az előbb ez már elhangzott, 16 millió forint került beépítésre, tehát a 8 választókörzetben képviselőnként 2-2 millió forint került beépítésre. Ez az a kiadás, amely nagymértékben fogja segíteni azt, hogy különböző körzetek fejlesztésében ne csak a közmunkaprogram okozta pozitív hatás jelenjen meg, hanem kifejezetten egy költségvetésben elkülönített rész. Nagyon örvendetes a kormány döntése arról, hogy a minimálbért jelentősen megemelte. Ennek kapcsán a költségvetési szervekben mintegy 300 dolgozó bére fog emelkedni, a bérnövekény költsége pedig nagyságrendileg 120 millió forintot jelent. Ezt egyelőre saját forrásból kell biztosítanunk, még nem dőlt el, hogy az állam milyen kompenzációs támogatást nyújt majd ezzel kapcsolatban az önkormányzatok számára. Tehát ez nem kerül beépítésre, mindez közben azonban értékelendő lesz, ha az önkormányzat kap ilyen kompenzációt. Felmerült a különböző parkolók, utak kátyúzása, belvíz elvezető rendszereknek a karbantartási, valamint fejlesztési igénye, sőt vannak olyan útalapok, amelyek elhasználódtak, vagy még részeiben hiányoznak a városban. Ennek a gyors megoldása lehetséges, legalábbis részben úgy, hogy az állami normatívákat áttesszük a városgondnoksághoz. Ez nagyságrendileg olyan összeg, amelynek elegendőnek kell lenni a minimális szükséges megoldásra, kiegészítve a közmunkaprogramból adódó lehetőségekkel. A közmunkaprogrammal kapcsolatban az elmúlt években nagyon sok településüzemeltetési feladat átkerült a városgondnoksághoz. Ez a város életében nagy hatással bír, hiszen nagyon szépen működik akár a síkosságmentesítés, az összes zöld felület ápolása, a belterületi utak karbantartása, a kátyúzás. Ezeket a költségeket így tudjuk megtakarítani, hogy áttesszük a közmunkaprogram területére. A civil szervezetek támogatása most eleve nem került bele ebbe a költségvetésbe, ugyanis beadásra került egy HACS pályázat, helyi akciócsoport pályázat, amiről január végén, február elején születik majd döntés. Ha a pályázat nyer, körülbelül bruttó 270 millió forint lesz olyan célú felhasználási lehetőség, amelyből civil szervezetek tudnak majd pályázni 5 éven keresztül. Éves szinten tehát nagyságrendekkel több lehetősége lesz majd a civil szervezeteknek ekkor. Az idén ugyanúgy, mint az elmúlt években minden idegenforgalmi létesítménnyel kapcsolatos felújítás, karbantartás az erőforrás Kft. Részéről elvégzésre fog kerülni. Vannak közvilágítási problémákra vonatkozó felvetések, igények. Az egész közvilágítási rendszert a közeljövőben mindenképpen felül kell vizsgálni, és egy korszerűsítési megoldást keresni, és ezek a bővítési igények ott tudnak majd megjelenni, hiszen eddig sem pénz, sem lehetőség nem volt erre. Az önkormányzat működéséhez a legnagyobb takarékoskodást kívánjuk végrehajtani. Az önként vállalt feladatoknál tudunk egy nagyon kemény takarékoskodást beígérni és vélhetően végrehajtani. Az intézményrendszer működését, a kötelező feladatok ellátását biztosítja a költségvetés. Az intézményrendszerben álláshelyek nem kerülnek megszüntetésre. A szociális támogatási rendszerben a támogatási keretösszeg nem csökken. A költségvetésben biztosított tartalékkeret, amely előre nem látható felmerő kiadásokat fedezni képes. Itt az előbb említett kamerarendszer kiépítésének elkezdését, amelyről egyébként a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság már tárgyalást folytat. A költségvetés egyenlege tehát összeállt, ebben mindenki partner volt, és bízom abban, hogy mindenki partner lesz ennek a nagyon takarékos költségvetésnek az elfogadásában, de ennek az igazi nehézsége a végrehajtásában fog rejleni. Nagy eredménynek tartom, hogy a Pénzügyi Bizottság egy tartózkodás mellett elfogadta ezt a költségvetési rendelet tervezetet, és azt szeretném kérdezni minden képviselőtársamtól, hogy most egyértelmű igennel fejezze ki az egyetértését,
hiszen gondoljunk csak bele, ez a költségvetési rendelettervezet tartalmazza annak a 300 költségvetési szférákban, szervekben dolgozó embernek a bére emelkedését, amely mintegy 300 karcagi család megélhetését teszi könnyebbé. Tehát nagy itt a felelősség a szavazás tekintetében. Úgyhogy a Karcagváros Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta, és a képviselőtestületnek 3 milliárd 55 millió 763 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasolja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen elnök úrnak a hozzászólását. Van-e további jelentkezés? Tisztelt képviselőtestület tagjainak a részéről. András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Költségvetés. Hát örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi időszak, és talán az elmúlt évek talán legkorrektebb költségvetését tette le az önkormányzat az asztalra, és valóban az elhangzottak szerint itt gyakorlatilag a hivatal és munkatársainak tényleg csak köszönetünket tudjuk kifejezni a igen alapos és felkészült munkáért. Maga a költségvetés igazán jól van összeállítva a lehetőségekhez képest. Látjuk a bevételi oldalakat, látjuk, hogy mennyi az az összeg, amihez az önkormányzat hozzájuthat. Amit a korábbi évek költségvetésében gyakran kifogásoltunk, az a, úgymond az ingatlan értékesítések bizonytalansága, és az a talán majd jön a segítség valahonnan kategória, ez ebbe a költségvetésben már nincs. Tehát azok az ingatlan értékesítések, amelyek tervezve vannak, úgy tűnik, hogy megalapozottak és valós bevételt fognak jelenteni, tehát a költségvetés számait stabilan támogatják. Azt mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy amit enged, annyit kihoztak belőle. Nyilvánvalóan a városnak több pénzre lenne szüksége. Nyilvánvaló egy csomó olyan feladat és sok olyan dolog lenne, amit meg kellene oldani a városban. Amit ugye évekkel ezelőtt láttuk, hogy több száz millió forint volt az utak építésére, illetve megcsinálására, mellékutcákra gondolok, alacsonyabb rendű utakra. Erre most jelenleg ugye nagyon korlátozott mennyiségben jut pénz, elsősorban a karbantartásra, amit el tud a város végezni. Ennek nem örülünk, de az adott helyzetben ez van. Az ország teljesítőképessége nyilván ennyit enged meg. Ha erre több erő és energia lesz, nyilvánvalóan az önkormányzatokhoz is több pénz fog ilyen célra jutni. Már városunkban ugye tudjuk, hogy azért ráférne már jó néhány utcára, útra, járdára a felújítás. Nyilván láttuk, hogy van erre is pénz a költségvetésbe. Még több kellene. Tudjuk, hogy erre a bevételi oldalon egyelőre nincs lehetőség. Örömmel konstatáljuk azt, hogy megemelkedett a gyermekorvosi ösztöndíj 5 millió forintra. Nem csak azért, mert ebbe a kérdésbe felszólaltunk, hanem úgy gondoljuk, hogy a gyermekorvos kérdés a városban valóban komoly probléma, és ennek a megoldása, és ennek a megoldásnak a szívénviselése igenis kötelessége az önkormányzatnak. Látszik, hogy odafigyeltek erre a dologra, örömmel konstatáljuk. Nyilvánvaló, hogy minden olyan bérfejlesztést, minden olyan fizetésemelést hétköznapi szóval, ami a családoknak a javát szolgálja, támogatni tudjuk, és abszolút egyetértünk vele. Sőt, a véleményünk az, hogy gyakorlatilag a jelenlegi magyarországi bérek, azok nagyon-nagyon komoly korrekcióra szorulnának. Ez egy lépés ebbe az irányba, ennyire telik az önkormányzatnak. Gondolom, hogyha a bevételi oldalok, a számok jóval magasabbak lennének, akkor ezt nagyobb mértékben lehetne végrehajtani.
Nyilvánvalóan vannak olyan tételek, amelyeknek a felhasználásával nem értünk egyet. Mi másként gondolnánk, de ezzel nincs különösebben probléma. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szíve joga valamit másként gondolni. Ezek nem jelentős, vagy nem komoly tételek, de másként gondoljuk. Én azt mondom, hogy ebbe az évben ennek a költségvetésnek teljes realitása van arra, hogy végrehajthatóvá váljon, és az év végére problémamentesen megvalósítsuk. Ez önmagában nagyon komoly eredmény. Úgy gondolom, hogy a korábbi években, amikor úgy kellett kezdenem egy-egy vitát, hogy ez a költségvetés a kétségbe esett költségvetések egyike, ebben az esetben ezt nem kell elmondanom, ez egy jól összerakott költségvetés, és úgy gondolom, hogy ez a városnak ebbe az évbe egy biztos működést fog biztosítani. Mindenféleképpen látható az, hogy ami tervező van, ugye, és Kacagi Nagy Zoltán képviselőtársam által említve is volt, azok a pályázati források, amelyekre fogunk pályázni, reméljük, hogy azok meg is valósulnak, de ugye minden egyes pályázatnak azért megvan a maga kockázata, hogy mégsem. Szerencsére ezek az alapszámokat nem érintik, tehát az alapműködést és a város működésének biztonságát nem érintik. Nyilvánvalóan bizonyos területeket zavarhatnak, ha egyes pályázatok mégsem sikerülnének, de maga a város működése szempontjából úgy gondolom, hogy nem befolyásoló tényező egyik sem lényegesen. Én megköszönném a hivatalnak a munkáját ebbe a költségvetés összeállításába, és a polgármester úr munkáját is, mert jelentősen oda tette magát ebbe a kérdésbe. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a hozzászólást, és köszönjük a dicséretet, mindenképpen jól esik. Nyilvánvalóan az elmúlt években sem volt katasztrofális egyetlen költségvetés sem, csak annak tűnt. Tehát ahogy a élet bebizonyította és a történelem bebizonyította, mindig nyugodt szívvel fejezhettük be a gazdasági évet. Egyetlen olyan esztendő sem volt az elmúlt időszakban, amikor túlságosan izgulni kellett volna. Természetesen egy költségvetés az mobil, valószínűleg tartom, hogy ez a most nagyon jónak tűnő költségvetésben is kell majd módosításokat eszközölni. Hát ez vele jár természetesen. Az élet az már csak ilyen, hogy hoz változásokat, ilyen-olyan változást, és ahhoz alkalmazkodni kell, azokra reagálni kell. Egy tény és való, hogy nyilvánvalóan sok olyan dolgot szeretnénk mi is megcsinálni, amire nincsen forrásunk, de a kettő nem megy, hogy nem emelünk adókat, maradnak a különböző díjszabások, tehát marad ugyanaz a bevétel, és ezzel azért őszintén megvalva kíméljük a lakosságot nagyban, közben meg a bevételre szükségünk lenne, és az bizony sok mindenre lehetőséget biztosítana. Itt sok mindenféle adót, díjemelést lehetne behozni, de nincsen terveink között. Pontosan azért, mert tudjuk nagyon jól, hogy a fizetőképesség az egy bizonyos határokon mozog itt ebben a városban. De akkor tudomásul kell venni, hogy kevesebb járdát, kevesebb utat, kevesebb ezt-azt tudunk javítani, kialakítani, megvalósítani. Köszönöm szépen, van a további jelentkezés. Tisztelt jelenlévők, bejelentem, hogy ezt a napirendi pontot, a költségvetést közmeghallgatás keretében tárgyaljuk, amelynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a költségvetéshez kapcsolódóan közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek maximum 3 perces időkorlátozással. Tehát közmeghallgatás van, ezt törvény is előírja. Ha valaki szeretne jelentkezni, szót kérni, megvan a lehetőség. Amennyiben nem, akkor
Még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én is szeretném megköszönni még egyszer alpolgármester úrnak a munkáját, a szakbizottság elnökének, Karszagi Nagy Zoltánnak a munkáját, és minden egyes tisztelt képviselő hölgynek és úrnak, akik az ötleteikkel, gondolataikkal finomították, citrálták ezt a költségvetést. Nagy-nagy köszönet a hivatal munkatársainak, és nagy-nagy köszönet az intézményvezetőknek, akik nyilvánvalóan alkalmazkodnak és alkalmazkodtak ehhez a költségvetéshez, hogy ez ilyen tény formában kialakulhasson. Tehát ez egy közös munka volt, ami nekem mindig a leghőbb vágyam, hogy közösen gondolkodva, alkotva haladjon előre ez a település, és nyilvánvalóan a képviselő hölgyeken és urakon keresztül a lakosság véleménye is szerepel ebben a költségvetésben, észrevételeik, javaslataik benne foglaltatnak. És még egyszer mondom, még van egy olyan szabadsága a között képviselők előtt, amit továbbra is kihasználhatnak, és használjanak is ki a körzet javára, lelkiismeretük és az ott élő emberek gondolatai és tapasztalatai alapján. És én is szeretném hangsúlyozni, hogy ezt igazán javaslom igennel megtámogatni, ezt a költségvetési szavazást, hiszen azért azt is tudja mindenki, hogy a nem szavazat az egy markáns elutasítás, a tartózkodás az meg egy sunyított elutasítás például, de elutasítás. Szavazásra teszem föl, aki tudja támogatni a költségvetés elfogadását, kérem jelezze igen, nem, tartózkodás, 8 igennel és 2 tartózkodással a költségvetés elfogadásra kerül. Köszönöm szépen! Következik a 3. napi rendi pontunk, beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tisztelt jelenlévők, polgármesterre, jegyzőre, a képviselőtestület bizottságaira lehet átruházni különböző feladatokat, és erről az átruházott feladatokról minélyben kötelező beszámolni. Ez történik meg ebben a napirendi pontban. Van a kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki el tudja fogadni, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk, köszönöm szépen. 4. napi rendi pontunk, javaslat a Karszagvárosi Önkormányzat és a Karszagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára és módosítására. Ahogy korábban már tárgyaltunk erről, a Nemzetiségi Önkormányzat egy új székhelyre fog költözni, a Tiszta utca 6 szám alá, a Pártok házából, a székhely változás miatt van szükség a módosításra. Vitára bocsájtunk, kérdés, hozzászólás van-e? Ha tudjuk a módosítást támogatni, kérem jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Az 5. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, ahol és ennél az 5. és a 6. napi rendi pontnál át szeretném adni Gyurcsák János alpolgármester úrnak a ülésvezetését, személyemet érint ez a 2 napi rend. Tisztelt képviselőtestület, rátérnénk a 5-ös számi napi rendi pont tárgyalására. Javaslat Dobos László polgármester illetményének megállapításról szóló határozat módosítása. Törvényi megállapítás keretében ugye változik a polgármester úrnak a illetménye. Erről az írásos anyagot megkapták a képviselőtársaim. Pénzügybizottság tárgyalta, kérem, hogy elnök úr tájékoztassa a testületet. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt jelenlévők! Igen, tárgyalta a pénzügyi fejlesztési mezőgazdasági bizottság a
polgármester illetményét, költségtérítését, úgy, mint az a főállású alpolgármesterét, illetve a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a bérét, illetve a költségtérítését ugyanúgy. A bizottság egyhangulag támogatta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja az anyagot. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért ezzel a javaslattal, az kérem igennel jelezze. Igeneket kérem. Köszönöm szépen, megállapítva a testület egyhangulag elfogadta ezt a javaslatot. Áttérnénk a 6-os számú napi rendi pontra. Javaslat Dobos László polgármester úr költségtérítések megállapításáról szóló határozat módosításáról. Ugyanaz a helyzet, mint az előző napi rendi pontnál. Törvényi megállapítás keretében történne ez a módosítás. Írásos anyagot megkapta mindenki, pénzügyi bizottság támogatásáról szólt elnök úr. További kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, aki egyetért a javaslattal, azt kérem igennel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk a napirendi pontokat. Köszönöm szépen, visszaadom a polgármester úrnak a napirendi pontok vezetését. Köszönöm szépen a támogatást, hallottam a hírt, itt mondták, súgtak. Köszönöm. Akkor a 7. napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Javaslat Gyurcsek János főállású a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 228/2014 KT számú határt módosítására. Tisztelt képviselőtestület, javaslom a határti javaslatban leírtakat elfogadásra. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk, támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 8. napirendi pontunk, javaslat. Gyurcsek János főállású a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 229/2014 KT számú határt módosítására. Ugyancsak a határti javaslatban leírtakat szeretnénk, hogyha tetszenének támogatni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha nincs, akkor szavazunk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag körült elfogadásra. Köszönöm szépen. 9. napi rendi pontunk. Javaslat Kovács Szilvia, társadalmi megbízatású, nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 230/2014 KT számú határt módosítására. Ugyancsak a határt javaslatban leírtakat javaslom elfogadásra. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Jelenkezést nem látok, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 10. napi rendi pontunk. Javaslat Kovács Szilvia társadalmi megbízatású, nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 231/2014 KT számú határt módosítására. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Javaslom az elfogadását, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok mindkét alpolgármesterünknek a továbbiakban. 11. napirendi pontunk, javaslat a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételről szóló 308/2016 KT számú határt módosítására. Tisztelt képviselőtestület, a pályázat két célterületet jelöl meg. Az egyikben már működünk, és javaslom, hogy a másikat is vegyük igénybe, ahol munkagépek beszerzésére van lehetőség. Éljünk ezzel. Egészen pontosan egy John Deere traktort lenne célszerű pályázati úton beszerezni. Van-e kérdés, hozzászólás véleményehez? A szakbizottság támogatta. Ha nincs jelentkezés, javaslom, hogy támogassuk mi is. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen.
12. napi rendi pontunk javaslat az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás a két pályázaton való részvételre. Tisztelt jelenlévők, gondolom, hogy célszerű elfogadni ezt az előterjesztési is, hiszen előbb-utóbb kötelező lesz, egészen pontosan 2018. január 1-től csatlakoznunk kell. A cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése. Úgyhogy ha most erre még egy kis 100%-os támogatottságú pénzt lehet szerezni, akkor hajrá! 9 millió forintra teszünk kísérletet. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Szavazunk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 13. napi rendi pontunk. Javaslat a Kossuth téren található első világháborús emlékmű felújítására. Tisztelt képviselőtestület, erről is többször volt már szó. A Kossuth tér egyik színpompás eleme ez az első világháborús emlékmű, aminek a reparálása most már nagyon-nagyon szükséges. A márványtáblák a nevekkel már le is kerültek róla, mert megsérültek, balesetveszélyessé váltak, stb. Úgyhogy erre gondot kell fordítanunk, hiszen jubileumi években is vagyunk ezekben az években. Pályázaton már sikerült 2 millió forintot elnyernünk, és javaslom, hogy 6 millió 96 ezer forint saját erővel egészítsük ki ezt, hogy a régi pompájába lehessen látni ezt a gyönyörű emlékművet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 14. napi rendi pontunk, javaslat a határtól program Kárpátaljai akcióprogram című pályázatán való részvételre. Tisztelt jelenlő, tisztelt képviselőtestület, én úgy gondolom, hogy egy méltatlanul elhanyagolt magyar latta terület megsegítéséről szól ez a történet, és itt is csak azt tudom mondani, hogy éljünk a lehetőséggel, és a pályázaton vegyünk részt. Gondolom szakbizottság is megtárgyalta ezt, és támogatta a gondolatot. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Ha nincs, akkor javaslom az elfogadását. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 15. napi rendi pontunk, javaslat az államháztartás körében nem tartozó szervezetek pénzügyi támogatására. Tisztelt képviselőtestület, ha nem is sok pénzzel, de tudjuk segíteni a városunkban működő egyesületeket, szervezeteket, és pályázatot hirdettünk meg egy kis pénzbeli támogatás céljából. 53 pályázat érkezett egészen pontosan, úgyhogy egy adhok bizottság osztotta szét ezt az összeget, ami a rendelkezésünkre állt, nem is volt ez egy könnyű feladat. Kérdezem, hogy a bírálóbizottság tagjai közül kíván-e szólni valaki. Pánt Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót, tessék parancsolni. Esetleg a elosztás módszeréről is, hogyha hallhatnánk. Tisztelt polgármester úr, Jedzi úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, televíziónézők! Örvendetes, hogy az önkormányzat az elmúlt évben is, mint ahogy polgármester úr is, meg előzőekben is elhangzott, megteremtette a lehetőséget pályázat kiírására, vagyis az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek pénzügyi támogatására, mintegy 2 millió forint értékben. Pályázhattak az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek, tehát igen széles volt a skála, mint ahogyan ez is elhangzott, öröm, hogy mintegy 53 szervezet élt ezzel a lehetőséggel, és beadta időre a pályázatát, és itt szeretném Nagyné Major Máriának megköszönni a hivatal részéről, mert valóban nagyon használható anyagot adott a bizottság elé. A pályázók a támogatást fenntartási költségre, kirándulásra, illetve programok, rendezvények megtartására kérték, és ez természetes is. Az is természetes, hogy minden szervezetnek más a paramétere létszámban, működési idejében, céljaiban,
rendeltetésében, de egy valamennyiben közös. Mindannyian városunk közösségeit szolgálják az élet különböző területein, és sok-sok embernek jelent örömet áldásos tevékenységük programjuk. És a bizottság, a javaslattevő bizottság ezt vette alapul, és ennek az alapgondolatából kiindulva támogatott valamennyi pályázatot, miután érvényesen pályáztak, és ezt vette alapul a javaslattevő bizottság, még egyszer mondom, és így került ezen javaslattal a pénzügyi, az oktatási, az idegenforgalmi bizottság elé, és így került egyhangulag elfogadásra. Így kérem a testület támogatását e napirend elfogadásához. És bizakodunk, mint ahogy erről szintén szó volt képviselőtársam részéről, egy olyan pályázati lehetőséggel, amellyel élhetnek, és bízunk benne, és az önkormányzat mindenkor az eddigiekben is azzal a lehetőséggel, amellyel élhetett. És ezzel a lehetőséggel élt is, és még egyszer megköszönöm a javaslattevő bizottságnak, Szepesi Tibor kedves munkatársamnak és Gulyás Ferencnének, a bizottság külsős tagjának a munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Van-e további jelenkezés? András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ha jól értem, akkor a HACS rendszeren keresztül pályázható összeg 270 millió forint, és hogyha ezt elnyerjük, gyakorlatilag akkor ez az összeg a civil szervezetekhez kerülhet. Tehát ha sikeres lesz a pályázat, és sikeres lesz az elbírálás, akkor ezek a civil szervezetek igen jelentős összeghez juthatnak. Jól értettem? Majd egybe szeretnék válaszolni. Jó. Illetve úgy gondolom, hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor igen jelentős támogatásba részesülhetnek a karcagi civil szervezetek, ami nagyon örvendetes, úgyhogy szurkolunk a HACS-os pályázathoz. Köszönöm szépen. Így van, gyorsan válaszolok. Valóban megvan az a lehetőség, tehát a pályázatunk bent van. A reményeink szerint a hírforrások szerint fogunk is nyerni. És erre például sok minden egyéb másra is felhasználható lesz majd a pályázaton elnyert összeg, de például ilyen szervezetek, egyesületeknek a munkájának a megsegítésére is úgy, hogy ők majd pályáznak. Hát gyakorlatilag itt is pályázni kellett erre a kisebb, szerényebb összegre, ott egy nagyobb összegre van majd lehetőség. Tehát jól értette a képviselő úr, de ezt annyira még ne emlegessük, mert már akkor majd mindenki biztosra veszi, majd akkor, ha odaértünk, akkor lesz ez majd téma, de az alapfelállás ez. Alapfelállás ez, igen. Van-e további jelenkezés? Tisztelt képviselőtestület, én is szeretném akkor a bírálóbizottság tagjainak a munkáját megköszönni. Elfogadásra javaslom mind a 53 összeget, gondolom, hogy jó helyre fogják tudni felhasználni. Aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 16. napirendi pontunk, óvodai programok, illetve napirendi pontok következnek. Üdvözlöm Gulyás Ferenc igazgatóasszonyt. Tehát 16. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a Tehetségek Magyarországa című EFOP 3.2.1 kötőjel 15 kötőjel 2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által kihirdetett felhívás pályázati megvalósítására. Ismét egy gyönyörű, szép napirendi ponti címmel találkoztunk. Tisztelt jelenlévők,
Én úgy gondolom, hogy csak gratulálni lehet a Madarasz Imre Egyesített Óvoda vezetésének és munkatársainak, mert nagyon-nagyon aktívak, pályázatok tömkelegét használják ki, és ez így van rendjén. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben is mindenképpen támogatnunk kell szavazatunkkal azt, hogy a céljaikat elérjék. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Szakbizottság bizonyára támogatta az ötletet. Ha mi is támogatjuk, jelezzük. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Legyen szerencséjük a pályázat, igazgató asszony. 15. napi rendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda Oktatási Hivatal Bázis Intézménye cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ez a cím anyagi haszonnal nem jár, ellenben egy hihetetlen nagy erkölcsi és szakmai elismerés, hogyha valaki ezt a címet elnyeri, úgyhogy mindenképpen nagy bátorság egyáltalán pályázni, de én úgy gondolom, hogy az eddig elvégzett szakmai munka tapasztalati alapján gyanítom, hogy nyerő lesz az a pályázat, és kívánom is, hogy az legyen. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Szintén támogatta a szakbizottság. Javaslom, hogy támogassuk mi is. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 18. napi rendi pontunk. Javaslat a Karcagi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának visszavonására. Ha elfogadjuk, továbbra is a társulási kereteken belül működik az intézmény. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Elfogadásra javaslom. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. 19. napi rendi pontunk. Javaslat a Karca külterületi 0272/4 és a 0285/2 helyről számú ingatlanok Beregfürdő községi önkormányzat részére történő vagyonkezelésbe adásra. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! A Beregfürdői önkormányzat is úgy döntött, hogy pályázik külterületi utak felújítására, ami nagyon rendjén való, a hiba csak annyi, hogy annak az útnak az egy része az a Karcag tulajdonában van, és ahhoz, hogy sikeresen tudjanak pályázni, vagyonkezelésbe célszerű adni számukra ezeket az útszakaszokat. Erről szól a történet. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ez mindannyiunk számára hasznos, és azért Beregfürdőn is járnak karcagi emberek, ha elvétve is, de ez egy ilyen elkerülő utat biztosít, a belvárost kikerülik majd a mezőgazdasági gépjárművek, hogyha ez a tervük megvalósul a beregfürdőjeknek. Javaslom az elfogadását, ha nincs jelentkezés, igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 20. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag lakatlanjában lévő 5376/40 helyrejelzi számú 9,28 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség, Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjászkör Egyesület részére történő pályázaton kívüli bérbeadására. Az Egyesület megkereste az önkormányzatot, miszerint téli edzés lehetőség, gyakorlási lehetőségre is szükségük lenne, és ahol eddig tudták ezt a tevékenységet folytatni, ott már erre nincs lehetőség, így mi segítünk rajtuk akkor, ha ezt a javaslatot elfogadjuk, támogatjuk, hogy a laktanyában egy üresen álló, hasonló nagyságú területen tudjanak gyakorolni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 21. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag Kálvin utca 3919/4 helyrejelzi szám alatt ingatlan, azaz a vízszorony Magyar Telekom részére történő részbeni bérbeadására. Tulajdonos változás miatt szükséges új bérleti szerződés megkötése az eredeti szerződésben foglalt feltételekkel. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 22. napi rendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 5507/4 helyről számú ingatlan cseréjére.
Tisztelt képviselőtestület, erről is volt már szó. GTT-n egyéb más grémiumok már tárgyalták ezt a történetet. Két vállalkozó szemű Kun atyánk fia megkereste önkormányzatunkat, hogy itt bérfőzés, pálinka főzést szeretnének létesíteni városunkban, úgyhogy reményeink szerint nem csak birka, pörkölt nagyhatalom leszünk, hanem pálinka nagyhatalom is rövid időn belül, és ők lépéseket is tettek már, a Rába utcában vásároltak ingatlant ennek a tervnek a megvalósítása céljából. Na most úgy gondoltuk, hogy azért egy lakóövezet nem nagyon alkalmas egy pálinka főző kialakítására, így azt javasoltuk a fiatal uraknak, akiket szeretettel köszöntök a ülésteremben, hogy egy olyan területen alakítsák majd ki ezt a nagyon korszerű és modern pálinka főzdét, ahol a lakosságot nem zavarja. Megegyezésre találtunk, az ingatlanok értéke az dettó ugyanaz, úgyhogy mindenki jól jár, a Rába utca és környékén lakókat nem zavarja majd ez a tevékenység, de ez a tevékenység gazdagítja a településünket. Van-e kérdés, hozzászólás véleményehez? A bizottság is támogatta ezt. No. Sok sikert kívánok a fiatal uraknak egyébként ezen az jegyző úr által említett pálinka fesztiválon is nagyon sok szép gazdag ízaromával rendelkező pálinkát mutattak be, díjat is kaptak, ehhez is gratulálok, és sok sikert a jövőben. Ha tudjuk támogatni ezt a terület cserét, akkor jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, ügyvéd úr, foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. 23. napi rendi pontunk. Javaslat, egyes ingatlanok Szent Anna és Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium részére történő használatba adásáról szóló 209/2015 KT számú határt módosítására. Itt két hasonló napirend követi majd egymást. Névváltozás mi a szükséges a módosítást megtennünk. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Ha nincs, akkor szavazzunk. Igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 24. napi rendi pontunk. Javaslat egyes termőföldeknek a Szent Anna és Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium részére történő haszonbérbe adásról szóló 79/2015 KT számú határt módosítására. Itt is a névváltozás miatt szükséges a változtatás. Jelentkezést nem látok, nagy vita nem lehet ebből. Szavazzunk, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 25. napi rendi pontunk. Javaslat a Karca külterület 01452 helyrőzi számú ingatlan Erdélyi Ferenc részére történő haszonbérbe adására. Nevezett úriember korábban is bérelte és használta legeltetés céljára ezt a területet. Gondozza is ezt a területet, rendesen fizet. Kezdeményezte a haszonbérlet 5 évvel történő meghosszabbítását, nem látom akadályát, de tárgyalt ezt több grémium is, a szakbizottság is. Támogatta is, köszönöm szépen. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 26. napi rendi pontunk a jelentések. Egészen pontosan 27 darab jelentés van előttünk. Van-e valakinek bármelyikhez kapcsolódóan kérdése, hozzászólása, véleménye? Javaslom, hogy összevont szavazásban döntsünk ebben a kérdésben. Szavazzunk, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 27. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, és ahogy jeleztem, ettől a ponttól kezdődően zárt ülés keretében tárgyaljuk meg a hátralévő napi rendi pontokat. Így a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. Megkérem jegyző urat, hogy az előttünk lévő programokról legyen kedves tájékoztatást adni.
Január 27-én lesz a Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium végzős tanulóinak szalagavat ünnepség a Lérini Kulturális Központban. Január 28-án labdarúgó teremtornát rendeznek a sportcsarnokban. Január 29-én kerül sor az U9 és U11 teremlabdarúgó tornára. Február 5-én kézilabda megyei felkészülési tornát rendeznek a sportcsarnokban. Február 7-én biztonságos internet nap címmel szervez tájékoztató és figyelem felhívó előadást a Lérini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár. Február 8-án Bozsik U11, U13 labdarúgó tornát, majd kosárlabda mérkőzést tartanak a sportcsarnokban. Február 9-én bérletes filmharmóniai hangversenyt szervez a Filmharmónia Kelet-Magyarország KHT a Lérini Kulturális Központban. Szintén ezen a napon, február 9-én ünnepeljük a Lérini Kulturális Központ, egykori néven a Kultúrpalota építésének és átadásának 90. évfordulóját, ahol a Kultúrpalota építés történetét bemutató előadását követően a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Cinematic Mozivarás című koncertjét hallhatják az érdeklődők. Február 12-én rendezi meg a játékos sorverseny országos elődöntőjét a Magyar Diáksport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság. Február 17-e és 19-e között zajlik az asztali tenisz országos diákolimpia. Február 24-én és 25-én kerül sor a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány jótékonysági rendezvényeire. 24-én és 25-én műsoros eskerült kerül megrendezésre, 25-én pedig jótékonysági bált is szerveznek a Lérini Kulturális Központban. Február 26-án lesz a Csoka István asztalitenisz országos veterán emlékverseny a sportcsarnokban. Februárban és márciusban látható a Torok Sándor emlékkiállítás a Györfi István Nagykun Múzeumban. Az önkormányzat és a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényeken. Köszönöm szépen jegyző tájékoztatását. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2017. február 23-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben nincs, így megköszönöm a tisztelt képviselő hölgyek, urak megjelenését, munkáját, aktivitását, hivatal munkáját. Kedves televízió nézők figyelmét, a mai ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.